A korábban Győrben játszó, sérüléssel bajlódó Orbán Adrián nélkül fogadta a Bajnokok Ligája döntőjére készülő vendégeket a Kisvárda. A győriek kezdtek jobban, a hazaiak nem nagyon találták a kapuhoz vezető utat, a 18. percben 2-9 állt az eredményjelzőn. A folytatásban éledezni kezdett Vatkó Gyonovics együttese, a nagyszünetre 6-10-es állásnál vonultak le a csapatok. A második fél időben mindent megtett a Kisvárda, de amikor szükség volt rá, a győri klasszisok valamelyike megvillant, így a BL címvédő győzelme egy pillanatig sem forgott veszélyben. A hazaiak dicséretére szól, hogy végig komoly csatára készítették ellenfelüket, és a bajnokságban az eddigi legkevesebb gólon 25 találaton tudták tartani a világklasszisok sorát felvonultató győri csapatot. Az első fél időben nagyon jól védekeztünk, viszont a támadójátékunk nem nagyon működött. Ráadásul Kis Éva nagyszerűen védett. A Győr védekezés ellen nagyon nehéz játszani. Rosa és Orbán hiányzott a két szélről, helyettük fiatalok szerepeltek, így nagyobb teher hárult az átlövőinkre. A Győr a világ egyik legjobb csapata, sok sikert kívánok nekik a BL4-es döntőjében. A vendégek vezetőedzői elégedett volt csapatával, mivel elérték azokat a célokat, amelyekért Kisvárdára utaztak. Ez egy nagyon fontos mérkőzés volt számunkra, egy olyan ellenféllel szemben, amely az elmúlt egy hónapban nagyon jól játszott. Elégedettnek kell lennünk, mert elértük azt, amiért jöttünk. Nem csak a győzelem volt a célunk, hanem az is, hogy egy nagyon jó védekezéssel 20 gól alatt tudjuk tartani a hazaiakat. Ez a remek védekezés megadta a magabiztosságot a támadásban, így az esetleges hibák ellenére is eredményesek voltunk az ellenfél kapuja előtt. A fiatal balszélső Karacsi Jászmin két gólt szerzett a mérkőzésen. Szerintem 40 percig nagyon jól tartottuk magunkat. A védekezésünk szerintem nem volt rossz. Támadásban nagyon sokat hibáztunk, rengeteg kihagyott helyzetünk volt. Hogyha ezeket belőttük volna, akkor szerintem sokkal kevesebb lehetett volna közte. A végére szerintem elfáradtunk, és ezért el tudott menni a Győr. A forduló további eredményei a következők: Budaörs Békés Csaba 25-26, Debrecen Dunaújváros 22-24, Ferencváros Érd 32-15, Kecskemét Siófok 24-26, Albafehérvár Vasas 32-24 és Vác MTK Budapest 32-26. A tabella élén a 38 pontos Győr áll, megelőzve a szintén 38 pontos, egy meccsel kevesebbet játszó Ferencvárost. A 25 ponttal 7. Kisvárda szerdán Érden lép pályára.